Már sásom és ötlesz a sokolád és traktor kerek szavaztok gyerekek képer jelenkedik a következő Spin Tires-szel és mit fogunk csinálni? Nem, már végeztünk a challenge-ekkel, hogyha nem így gondolod, akkor lemaradtál egy részről vagy kettőről. Megcsináltuk mindet, és most induljon a single player a legelső mappal, és menjünk úgy, hogy a beállított dolgokkal, ahogy kell. És nem tudom, miről beszélek, már megint ugyanattam neki ittem videózni, meg játszani, hogy én nem készítem föl teljes mértékben a dolgokra. Na várjatok, először is nézzük meg, mit köcsinyálni. Valaki azt mondta nekem egyébként, hogy ezek eléggé átdolgozott, az mire emlékezt a gyerekek ott tenni? Vagy pedig nekem piszkos a fantáziám? K700-as. Na, arra kíváncsi leszek. Arra ki B66. Hú, gyerekek, akkor itt szerintem kap... Aha, jó van, figyeljetek. Ez egy nem túl veszélyesnek tűnik ez a pár. Itt egy log station, ott is egy log station, ott egy full station, és egy garázs. Igazából szerintem ez nem tűnik olyan nagyon nehéznek, ugye C, itt egy C4320-as. C4320-as az egy ural? Jó gondolom. Nagyon sok járművel leragva a gyerekek, nagyon durva. Full station. Igazából nem sok értelme lenne nekem a... Igazából le kell hozni ugye 8. El kéne mennem erre, jó. Oké, eldöntöttem nagy nehezen azért meg a dolgot, hogy én eljövök-e. Ez egyébként ez sokkal jobban ki van dolgozva. Hát most látom, itt meg van egy ilyen, ez a vízes is. Lumber mill minden, ezt a wedgepointot mindenképpen fel kéne szabadítani, utána meg azt nem tudom, hogy az mennyire fog sikerülni. Jaj, de jó, hogy van uralunk, imádom, mint az állat. És egy-két dolgot... Ott van full station? Nincs mi. Ajja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 jj
Itt egy garázs is. Jó. Log, logot nem viszünk, izét kéne vinnem, az a baj, hogy ilyen utility dolgot akartam volna vinni, csak ne, kár, hogy csak ilyen baromi nagyok vannak, mert azok meg, ezeket. Haja. Itt van egy kis javításpont, jó, oké, ez nekem elég lesz. Ja, ez nem is ural. Az így lesz, sem egy rosszul szerintem, adjunk neki, oszt valami lesz. Gyerekek. Az a lényeg, hogy akkor kapásból megyünk felszabadítani a takarásokat. Mori, mit csinál a társany? Adj neki rettenetest! Na. Javításpontot hoztunk magunkkal, üzemanyagot sem értelme nem lett volna. Mert ugye üzemanyag igazából nincsen, amivel megtankoljuk. Alapba meg ugye nem ad. Javításpont az jó lesz, hogyha esetleg valami történik velünk. Ezt a mapot megpróbáljuk megcsinálni, nem tudom hány gameplayen keresztül, de annyit ígérhetek, hogy azért megpróbálom pörgősen, nem 200 darab rész alatt megcsinálni, mondjuk-e. Pörgősen, ügyesen, ahogy kell, gyerekek. Ezeket a nagy vizeket, ezeket lehet, hogy csak kerülgetem. Ne szívassuk már meg annyira magunkat. Hali, hát. Jó, ez az ill. Ez egy ill 131-es, tudjátok, az a katonai ill. Teljesen frankó. Az eleje egy kicsit meg van mahinálva, de amúgy jó. Gyerekek, úgy látom, hogy nagyon haladós ez a map. Lehet, hogy később majd átmegyünk Szopó ágra, de egyelőre ez nem tűnik olyan veszélyesnek. Ugye a régi Sprinter szokás szerint nem a szétvágott úton közlekedünk, hanem inkább lén a rétőn, az nekünk általában jobb. Nem tudom, hogy mennyit haladtunk, meg mekkora a map. Az meg a másik. Bár itt ez nem tűnik veszélyesnek ez a út. Ott mondjuk soros. Nem szeretem a sárba való evickélést, inkább körülünk. Inkább megyünk a rétőn. Itt is szerintem szépen nem az úton fogok közlekedni, hanem az út mellett. Látjátok, full sár az egész.
Hát is túlsáros, jó van. Jó, ez nekünk szerintem, ha itt megyek. Hoppa, hoppa. Jó, magas az a gép, úgyhogy nem nagyon törik. Szép, szeretem. Jaj. Lehet, hogy nem erre készül. Álljunk meg egy szóra. Itt mondjuk. Aha, itt már kavarodás téma van, mert itt már fingunk sincs, hogy merre kell menni, mi? Várjál. Merre mehet valójában az út? Ott megy az út? Vagy valamelyet? Menjünk erdős lápos részen? Menjünk arra, nem? Szerintem. Na, az nem jelenti ugye azt, hogyha víz van, hogy sár... Aha, erre megy az út, jó van. Jó, és ott az első takarást fel is szabadítottuk, nagyon prók vagyunk. Gyerekek, pörgünk, mint a trágyaszóró, tudjátok. Nem tökölünk. Aha, most már úgy oldották meg, hogy ott kilátó, gyakorlatilag kilátónak van ugye elnevezve, mintha felmásznál. És akkor az jó neked. Itt figyeljetek egy kicsit. Ugye látom, hogy itt lehetne fölmenni arra. De én nem tudom, gyerekek, hogy itt nem lehetne átmenni. Nem hiszem el, még hogy szám, még a fák, hogy izéljenek is. Zütyörögnek. Ó, simán kimegyünk, gyerekek, nagyon jó. És akkor szabadítjuk a következő dolgot föl. Itt egy picit pihenjünk is meg. És én meg is jelölöm magamnak ezt. Nem tudom miért, de valahol onnan ismerős nekem ez a környék. De jó különben, hogy nem annyira ismerős már, mint azt nagyon tetszik benne, hogy új mapokat raktak be. De valahonnan annyira ismerős nekem ez. Ez ahogy így kijöttem. Mert annyi modolt mapot játszottam, srácok, hogy nem csoda egyébként, szerintem. Küldjük egy rettenetest, de szerintem itt bedaráljuk az összes bozótot, amit lehet. Jó lesz a srácok, nagyon tuti. Fordulunk kettő, mennyit? 8-at kell ugye leszállítani. Ajja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 jj
Emlékeztek a síkságmapra, nem? Az igen, egy kicsit máshogy lett a sár megoldva. Nem rosszabbul. Csak itt megint úgy kéne megállni, hogy vagy gurulóra, vagy valami. Gyerekek, ez nagyon síkságnapra emlékeztet, vagy a tököm tudja miért. De valahogy így érzem. Menjünk, vágtassunk fel, oda másszunk fel, ugye aztán. Na itt van, szíd van tiporva. Várjatok, így gurulóra állok. Hogyha esetleg süllyedni van kedve, akkor tudjuk, hogy mi van. Jó, oké. Ez így megvan. És ott van a Lockstation. Amit... Gyerekek, ez... Hagyjál már, ez nem... Gyerekek, ez a síkság, hallod? Tudjon a... Ott a Lockstation. Ott, itt van a Lockstation, tudjátok, ide kellett mindig... Á, hát ez ugyanaz, bazze. Nem ugyanaz, át van variálva valamennyire, ugye persze, de... De nagyon, nagyon hasonló. Ugye itt, ide kell... Hát ide kell hordani, igen. Aha. Ez nagyon, nagyon. Ej, az anyátok úristen itt, hogy ti már megint izeljetetek, itten bekavartatok, hogy gyakorlatilag... Mi történt? Begurulunk, gyerekek, figyeljétek. Figyelj. Rettett és beindultunk, begurultunk. Ez nagyon jó volt. De itt nem fogok tudni fát hordani ezen a részen. Ez most felszabadítás témának jó volt. De hogy itt fát nem fogok hordani, azban biztos vagyok, mert ez itt agy... Egy agyhügy követ kapok majd. Na, ennyi ma. Olyan egy kicsit ekapna, várja. Kapd el. Kapd el a ritmust, vedd fel az ütemet. Dübörög a hangfalból egy üzenet. Volt egy ilyen régi zene. Music. Nem is tudom, mi volt ez. Szóhó party, vagy valami hasonló jellegű. Azt se tudjátok, mi az a szóhó party, mi?
Jó van, figyeljetek, az lesz a szitu. Ajjú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 j
Igen, nagyon át van variálva, de ez gyakorlatilag a... Ez ugyanaz a map. De igazából annyira van át variálva, hogy pont jó. Pont azért érzem, hogy azért nem ugyanott vagyunk. Itt körül kell nézni, bazze. Aha, itt egy út. Stoi. Berántottam a kéziféket. Várjátok, itt nem lehet bemenni valahol? Jó lenne. Ez marha közel van már. Jó ez az ill, nagyon. Kicsit emlékeztet, gyakorlatilag olyan, mint egy ural. Amit nekem nagyon arra emlékeztet a... az ő menet tulajdonságai. Mert szép pörgősen megy, viszonylag könnyű is. Nem, ugye nem az a nagy masszív dög állat. Nem szépen el lehet vele közlekedni. Nem tudom merre kell itt bemenni az erdőbe, de jó lenne, megtalálnám. Nem kéne furikáznom itt annyit. Aha, itt talán valami csoda. Nem merjék menni itt? Tudom, elférnék a fák között, állja meg? Húhú, de nagyon eltávolodtunk, gyerekek. Bemegyek a fák közé, mert rutinos spin tires az önnek. Érzem magam, és tudom, hol az a határ, ahol még nem döglünk meg. Ez simán jó, gyerekek ott. Kis karácsony, nagy karácsony kimegy. Simán kimenne, hogyha lendületbe kerülnék. Az a mi, ott már lett egy nagyobb karácsony. És na mindjárt. Teszek neki egy... krémalomfokozatot. Közben kapcsolgatok itt lefő. Kár volt ide bejönnem, én úgy érzem. Megint nem eléggé szívás a dolog, akkor azt csinálja a keeper, hogy elkezdi magát szivatni. Ajjajjajjaj. Menjünk ki innen, bazza, mert itt baj lesz. Nyomjunk egy Y-t. Gyerekek, belekeveredek itt, mint cigány gyerek a Huzentrogerbe, aztán. Azt sem tudom, merre van előre. Na várja. És kezdődik ám. Fönn akarok minden lótúrón. Tudtam, bazza, tudtam. Mi akarsz föl, more? Itt egy fa. De most már fuck! Régebben is az volt, hogy átlátszóak, hogyha... Az a baj... Ennyi van innen... Te hallod, ezt... ettől vadulok, amikor minden kiálló kacatba elakadok. Te! Ne szórakozzál velem, mert megvadulok tőled. Mindjárt nyomok itt egy izét, hogy... megfordulok be, ezzel komolyan mondom. Ez az ille. Jó van. Ez az. Kitörtünk valamit, bazze. Úgy kö. Mondtam én, hogy megfordulok, akkor is, bazze. Várjál már. Ne kezdem unni. Hát nem hiszem különben, hogy nem töri ki. Komolyan mondom. Amikor Keeper belemegy a nagy, legnagyobb szarba, és még ő is... még az erdőt hibáztatja, hogy etévedtél. Az igen, sikerült rá... ezért nem a... motor megállítására. Mondtam én, hogy megfordulok az erdő közepébe is, Zille. Csak már jussunk ki. Szóljatok rám, izéljetek, kövezzetek meg, vagy mindegy csináljatok, hogyha én még egyszer bejövök egy erdőbe. Na, hova van kövenni? Bejöttem ide, hallod, a hülye. Az állatja.
Az igen, bazza, ki? Basz, azt a nagy fal. Keverem, kavarom azt a váltót, mint az őrült. Na. Jó, akkor megyünk körbe-körbe karikába, nem tudom, lehet, hogy a másik irányba kell volna menni. Látod, ez a szituáció van, vagy pedig az van, hogy egyáltalán nem is lehet bejutni itt, hanem át kell menni körbe-körbe karikába. Öreg a nyár valagába. Nem vagyok boldog, esküszöm. Ez így nekem nagyon nem jó, el kell menni másik irányba. Vagy azt a wedge pointot akkor már... De hogyan te? Még ennél nagyobbat kerüljek. Jó, gyerekek, kerülünk. Nem szeretem ezeket a nagy erdős részeket. Gyerekek, megszivatnak, hallott, kimegyek a világból. Humble Jack, gyakorlatilag nagyon sok part kidöntöttünk, az történt. Ez is, itt van egy ilyen nyiladék, de most bemegyek. Most lehet, hogy... Semmi se történik. A köveknek még mindig megvan az a jótékony hatása, hogy nulla tapadás van rajta keréknek. De! Fiú, nem akarok csörlözni itt. Végre. Jó, ott egy takarás legalább, új, de jó. Jó. Nézzük meg. Igen, az legalább felhogy ezt a felső sarkot, majdnem akkor megvan minden. Hát ennyire a garást is felszabadíthatnám, de minek? Nem tudom, hogy merre van a bejárat ennek a... Már itt vagyunk a garázsnál, ugye? Igen, és figyelitek? Szerintem nincs is bejárat. Innen gyakorlatilag nincs bejárat ennek az egésznek. Jól megszivattam magamat. Semmi értelme nem volt, ugye itt erőlködnem, hanem a másik oldalon, mert ez jó volt, akkor így kellemesen megszivatott ez a rendszer. Ide visszamegyünk, és akkor az úton megyünk tovább másik irányba. Ezt tudjuk ugye tenni. De jó különben, mert nem tudjuk, hogy mire számíthatunk. Mivel ugye, most hogyha ismerném, akkor könnyű lenne, tudom, merre megyek meg minden. Ebbe ez a jó gyerekek. Nyomunk egy plusz egy, de egyébként nem biztos, hogy a plusz egy jó. Azt nézem, hogy... Ugye így fölváltogat, talán még, a mázlink van, 4. Talán még 5-be is beteszi. Majd, hogyha megindulunk egy kicsit. Csak ezt utálom, amikor ugye elkezd visszafele váltogatni, mert úgy érzi, hogy nem megy. Ezért szeretem inkább a plusz 1-es fokozatot. Ugye szorzóval, akkor tényleg egy ilyen manuális fokozatba beraktuk ezt a hadd menjen. Jól van. Ja, ilyenkor mintha gyorsabb lenne ez az automata. Így damage. Annyira nem zavar, hogy damage-elődök. Meg annyira nem is damage-elődök. 48, nem veszélyes. És elég keveset eszik egyébként ez az ill, ahogy nézem. Itt viszont rakok neki egy retteltes, mert ez nem akarja vonszolni a seggét. Átmentünk rotációs kapába, keményen. Ugye ennek is keresztbe csikos a hűtőmaszkja. Amúgy valóságban ugye ez meg van modolva. Szerintem ez inkább egy ilyen majdnem ural hűtőmaszk akar lenni. Na, akkor innen van a bejárat a falakatnak valószínűleg. Hát ez jó megcimisztatott minket. Halljátok?
Station. Meg ott van egy ez is. Valahogy itt talán be tudunk menni. Bár nem hiszem, hogy út nincs ide. Ezt az utolsó watchpointot lehet, hogy meg kéne csapatni, nem? Az legyen az első, azt akkor látjuk, hogy mi van. Nem megyünk bele a vízbe, nem megyünk bele a vízbe, nem megyünk bele a vízbe, mert akkor elsüllyedünk. Lol. Visszaborítottuk ezt a mopót. Na, hát innen kell bevenni, hallod, mekkora szivatás volt. Én meg itt karimbózsáltam körbe-körbe. Itt lehet, hogy el lehetne menni egyébként. És tudom, filozofál a kipőr. Hát nem, nem olyan bonyolult egyébként ez. Egy csöppöt se, elmondom nektek. Egy csöppöt se bonyolult. Jó, hát ide, igazából ide nem érdemes még most mennem. Na, figyeljetek! Ugye 8 darab köll ahhoz, hogy mi ezt megoldjuk. A 8 darab köll az azt jelenti igazából K700-osra nagyon nincs szükségünk. Amire még szükségem lett volna, B131-es, az sem nagyon kell, az is ugyanaz. 43. Ja, az ural. Az ural az C, hülye voltam, na. Rosszul mondtam. Figyeljetek, garázsba ugratás lesz. Vajon garázs? Van itt garázs, ugye? Varja van. És hogyan lehet ezt garázsba ugratni? Ja, az garázsba van? Ahó. Ó, teszem. Kitaláltam egyébként, mindjárt megoldok mindent. Csapjuk neki, mint az őrültek. Csak tudnám, hogy kell, újabban garázsba ugratni, hallod? Garage! Jó, így van. Azért nagyon komolyak vagyunk. Jó, oké. Figyeljetek, alszok egyet. Igazából tök mindegy, melyikbe alszok, mert ugye ittben vagyok. Aludjunk ebbe. Hogy kell aludni? Nem is tudom ebbe most. Skip night. Ja, most már olyan vagy skip night. Aha. És most már nem lehet, nincs olyan pörgetés. Jó, oké. Figyeljetek. Sajnos ez nem fog meglenni egy körre. Ugye? Vagy meg lesz? Várjátok, hány pontosak a... Most a szállítmányok. Nem változtak? Nem vagyok benne biztos, hogy egyébként, hogy nem. Nézzük. Ez ugye akkor... Ja, várjál, ez nem kell. Ez 3 pontos. Vazze, 3 pontos lett a izé. Ez meg 4 pontos. Uh-huh. 4 pontos, aha. Ez 3, ez is 3 pontos lett. A pót is 3 pontos lett, gyerekek. Akkor az már megvan 6. Gondolkodunk. Na jó, nem lehet még átugrani? Úgy is feltankolódik, ugye? Na, azon filózok, hogy akkor hogy kéne mennünk. 4 meg 3 az még mindig nem jó. Hát egyel akkor úgy kellene mennünk. Ez, ja, miért nem akarja felrakni? Ja, mert rajtunk van ez. Na mindjárt megoldjuk ám. Ugye ez a kettő, akkor ez már alapba. Be is egy V8-as van, lol. Ez a kettő alapba már. Megvan nekünk. 6, ugye? Az meg, hogyha egy vinnénk egy 4-eset még. Akkor meg lenne. Nem, baj, az 6, akkor már csak egy 2-es kell. Akkor igazából annyi, hogy az ural.
Az uralocska. Az uralocskára kell egy plató. És akkor ez megvan, ez 9. És azt hiszem, hogy nem is tudom mennyi kell, 8 köl. 8-at. Azt annyi, azt mondja, hogy 8-at hozzunk. Jó. Jó van, gyerekek. Nekiindulunk a nagyvilágnak. Kettő. Ez egy... Gondolom az mindenki számára úgy egyértelmű volt. Hogy egy dupla szállítmányon fogunk csettinteni. Nem szorozunk. És úgy megyünk, mint a bolondok. Ezt most... Nem fogok ordítani közben, de hasonlóképpen, mint az őrültek. Igazából ez nem volt egy rossz projekt itt. Csak ugye Keeper itt azt hitte, hogy ő lesz a Jani, aztán itt kimentem ugye a rétre. És hogyha nem megyek ki a rétre, még jobban járok. Na figyeljetek. Ezt így ezt megtervezzük. Fogalmam sincs, mennyire fog sikerülni. Na de nem ide kell menni. Hülye, erre legyél Keeper. Várjál? De ez jó, ez jó. És itt ki kell mennünk a rétre. Hú, az nem lesz egyszerű, hallod? Jó. Így. Ah, ja. Így. Nem enged többet. Jó, egyelőre akkor ennyit teszünk meg. Hagyjuk neki. Ez 9 darab szállítmányozási projekt lenne. Jó lenne, hogyha egy kicsit hathatósabban tudnánk közlekedni, nem csak pörögnének a kerekek. Lesz még ennél rosszabb is, szerintem. Ha ezt le tudnánk cűlni, gyakorlatilag ugye meg is lenne a projekt. Ugye ez egy részbe talán bele is férne. Akkor nem kell, minden pálya egy rész lenne. Nem roci, mint rész, hanem... Mint? Tudjátok, miről beszél a Keeper. 10 litert zabbancsol. De nem nagy gond. Izért mondjuk lefele, lifit izért kikapcsoljuk, azt nem megy még lefele semmi. Ne feleselj. Ez a Zil, vagy a Zil 131, mint egy kicsit jobban menni volna, vagy nem tudom, azzal úgy jobban ki voltam békülve. Lehet, hogy az egy kicsit masszívabb. Csapjuk neki, gyerekik! Ja, inkább megyek itt célű, aztán akkor nem annyira rúg. Ne haragudjatok, én mindig uralt, meg Zil 131, meg Zil 130, meg ezeket fogom mondani, ha még ha nem is azok ugye, mert elvileg nincsenek licenszelve ezek a járművek. Aha, itt is erre megyünk ám. Okosan. Sőt, itt sem megyek le az útra. Az út szarabb, mint a... Attól egy picit félek, hogy sok üzemanyag fog fogyni, de... Nem tudom, talán nem annyira akarunk el. Igazából mindig akkor, hogy nagyon sok üzemanyag, hogyha elakadsz. Így most még egyelőre nem akarunk el. Azt ne felejtsük el, hogy ugye a csörlőzés az mindig így hasznos tud lenni. Ez nem olyan rossz ez a vízes rész.
Nézzétek, itt is kanyarog az út, de szerintem ott egyenesen el lehetne menni, figyeld. A fa mellett. Ne menjünk, ne menjünk el. Nem lett volna jó. Annyira nem rossz ez itt. Sokszor ugye nem biztos, hogy a víz az olyan veszélyes. Viszont nagyobb ívbe kell fordulnunk, főleg ha farkozunk. Mert az a pótkocsi az már majdnem fölborult. Ezért volt érdemes különben felszabadítani a mapot, legalább nem az van, hogy kavirnyolunk, aztán jaj, merre kell menni, hanem egyből most már ugye nyomhatjuk neki, mint süket a kekszet. Tudjuk, hogy mi a szitu. Na, srácok. Ó, hit. Nagyon jó, hogy megcsináltak ezt a két összeakasztható járműveket, ezt bírtam. Bírom is, nem csak bírtam. Nagy segítség, hoppá, és itt kell kimennünk valahol, azt jelöltem meg magamnak, ugye? Ott. Jó. Ugye kivevickélünk. És ugye ez most síkság lesz, amint ide lesz problémák valószínű. De... Ajajajajaj, valamit elnézek én. Ki kell volna menni már odébb? Jújjújjúj. Hát, nem baj, szerintem meg lehet oldani. Ez még nem olyan rossz. Akkor is azt... Akkor is tudom, hogy ez... Mégis csak rossz, de... Nem annyira rossz, mint ahogy áramzorija rossz lett, de... Higgyetek nekem, gyerekek! Profi vagyok! Megoldható ez, nem nagy gond. De hogy nem erre jövünk vissza, az hozzér. Mi a szarba akarunk el? Ez a gyerekek, ez a köves strutyi, ami ilyenkor itt van. Ez a legrosszabb terepviszony, ami lehet. Ebben a játékban. Ezt halál komolyan mondom. Ennél még a sár is jobb. Mi a szarba akarunk el? Mert egy kövör olyan szinten meg tud akarni az egész projekt, hogy tényleg megőrülsz tőle. Ott is bekeveredik egy kő alánk. Aztán rúg rajta kerék, mint a tik vaze. Rúgja, mint tik a töreket. Most is az van ám, ott van valahol egy nyomorult kűj. Nem tudsz vele mit közdeni. Nagy nehezen elmegy a kerék, mert akkor meg királyság van. Örülsz, mint majom a farkának. Na halleluja, ide értünk. Lötyög a benzin, még nem legyek elég ideges. Vagy az üzemanyag. Na várjál, hum vagyok. Jó. Hát akkor már levalkadtuk volna másfelé is, na mindegy. És akkor még itt kerügessem mi ezt az egész hobbelebancot. Aminek nem örülünk, viszont... Visszafelé szerintem útba ejtjük a Fall Station-t, arra megyünk vissza, és akkor úgy lehet, hogy az jobb lesz nekünk, mint itt kavarnyálunk, ugye? És úgy látjátok? Én úgy gondolom. Raktam neki egy rettelt, és nem kellett volna. Na, hogy teljesen korrekt frankon megyünk, nincs semmi gond. Csöpföt se. Annyi, hogy Fall Station-be be kell visszamenni. Az kelleni fog nekünk, itt meg valahol ki tudok kavaródni. Azért jöttem erre. Kevesebbet megyünk ugye a síkságon, ami szivás. Sőt, itt a síkságnál is a legszélébe fogok menni.
Amú, még talán annyira nem soros. Az. Jó van gyerekek, úgy látom, hogy frankó projekt. Én nem arra jöttünk, amerre jelölve volt. Megtaláltuk a jobbik útvonalat. Na. Az meg miért nem jön az ír? Gyere barátom, föl az útra. Bocs, hogy kamerát rángatom, mind a... Nem akartam mondani ki amit. Jó lesz az gyerekek, Frankon nyomjuk neki. Sima liba lesz egyébként, nulla damage-en van. Ez egy elég light-os kör lesz. Én úgy érzem, igazából az idő nagy része ugye magával a... Tényleg a felhőtlen utazgatással töltjük, nem, nincsenek semmi problémák. Azon kívül ugye, hogy... Na ezért nem fogok erre visszajönni, mert itt be fogunk tökig a sárba süllyedni. Ez nem kajak. Ez nem tetszik nekem. Egyébként az illnek nagyon csúnyán elrontották az orrát. Ez nem is tudom, mintha le lenne gyalulva, vagy nem tudom, mi történt vele. Hogy oda hegesztettek volna egy ilyen vastömböt. Hülyeket kerüljük, mert megvadulsz. Jó, erre nem jövök vissza a szócihel. Inkább megyünk az ismeretlen mocsárvidékre, ugye. Sokszor tényleg úgy van, hogy most egy ilyen vízes részbe belemész, tök mész be, mert nézd meg már. Hogy megy benne? Tök kemény az alja. Hát tudod? Lehet vágtatni benne. Ugye nem feltétlenül az, de mondjuk elég érdekes. Hát mondjuk van olyan tényleg, hogy egy vizes talajnak talajon is lehet, hogy kemény alatta a talaj. Agyagos, ami ugye meg van tömörödve, vagy bármi. Ugye itt a hun vagyok? Ja, ide még nem jöttem be, azt azért ugye ismeretlen a fogalom számomra. Nagy ívbe, mint az őrültek. Nyomjad meg is, annyi nyomjad. Látom a vergányákat, még mindig megtartották, ott van a vergánya. Ilyen nem döglünk. De az izéket azért mindig megcsinálják a rönklerakatok, hogy olyanok legyenek, hogy ne nagyon élvezd ki meg a bajutást. Olyan sárban mindig, hogy hihetetlen. Mondjuk ez reális is, mert ugye valószínűleg a gépek széjjel vágják. Valahogy bevág... Na, és akkor még egy dologra kíváncsi vagyok, hogy a... Még mindig tökörészni kell olyan sokat a járművel, hogy beállítsd magadnak, vagy már nem. Ezt itt lefogjuk. Pörgünk egyet, ezt ugye elég könnyű lesz megrakni. Igen, 3-as és 6-os. 6-os a nagy, 4-es, 6-os, jó. Mit baj? Ja, duplán rákökölött kattintani, aha jó. Fedülni lehetőleg, megpróbálunk nem fedülni. Oké. Ez mi az rekalable? Nem tudom képzelni. Na várja, mi az a hinsz? Mi a franc van, várja? Valahogy lehet, hogy én voltam vakna, mint hogy nem láttam volna. Pörgünk, forgunk, nem kíváncsi vagyok, most így hanyag eleganciával így beállok, hogy meg tudom-e rakni a kocsit, úgyis. Ugye nem az, mert régebben az volt, hogy jaj, ide kell állni, oda kell állni, de erre kíváncsi leszek. Na, nézzük. Így. Á, még mindig izé van szivatásban, úgy látom.
Nézzük most mennyire, most így. Ha, még mindig itt tökörészhetsz. Ne érezd jól magad. Ezt... Buni haverommal múltkor kitárgyatok, hogy azért ez a... keményen a... szopóág. Na, mondjuk elég jó, gyorsan most beállt. Még most dűj föl, mert itt könnyen újra izélek. Szörvezlek, hogyha úgy van. Így a legegyszerűbb földborítani járműt egyébként Rátolatca izének a forgozsámolyosnak a vonórudjára, azt már mindjárt meghaltál egy instant, vagy fölburult az egész szerelvényed. Na, hát szerintem még egyszer aztán jó lesz, hogy rácsatlakozok arra. És jó közel fogom húzni. Oké. Nyomunk a vöt. Aztán hadd szóljon. Annyi különbséggel fogunk most menni, hogy hát nem tudom, lehet, hogy annyira megint nagyon lazán veszem itt a dolgokat, aztán rá fogunk faragni. Nem tűnik ez annyira egyszerűnek ez az útvonal. Full station, ne ezt akarom út beállítani, és akkor gyűjtünk vissza le az úton. Na, annyira azért ne legyünk mók. Szép kis szállítmány, nagyon jó. Megész. Arra kell figyelni ugye ilyenkor, amikor szállítasz ilyen. Most például, amikor én ezt mivelem ezt a folyamatot. Egyszerűen nagyon ne döntsd meg a gépet, onnan akkor hiba nem nagyon lőhet. Figyelni kell, nagyjából mindig sík terepen közlekedjé. Magunk elé lessünk. Nagy ívbe forduljunk, nehogy beakadjon valamibe. Meg közel kössük ugye a mazzagot is. Na, ezzel most nem vagyok tisztában, hogy mennyire mély a talajvíz. Tudunk benne, hogy annyira nem. Most nem fog... Ajjaj. Ajjaj. Gyerekek, nem szép. Nem szép. Jó, és ez... te fiú. Kijavickélünk, azt nézzünk egy mélységet. Ah, meg. Nem néztem mélységet, ugye aztán nagyon mó vagyok tényleg. Jó, annyira nem lesz veszély. Az nagyon vicces, hogy kipufogó az bugyborékol most már. Ez tök tetszik, hogy azt megcsinálták. Ilyen kis apróságok ugye adnak hozzá. Te hallod, az az út, ne szórakozz el velem. Elvileg itt mutatja az útot, hallod? Várja. De ott nincs is út. Jó, hát oda nem köfe mennem, azt hiszem. Megyünk a lábba. Ha hol mutatja az utat? Annak a tetején valahol van. Ott pedig azt a szart mutatta annak, jó. Nem mondjuk, ezek szépen ki fognak törni. Ha neki koccanunk. Megyünk a lábba, gyerekek.
Hát azt nem tudom, mit mutatott ott neki utat. Pedig olyan volt. Ajaj. Gyerekek! Megfullad a projekt. És olyan a víz, mintha olajos lenne, az vágjátok. De hallod, ez megfogott minket. Jó, hallod, ezt le kell akasztanom, itt valami baj van. Ez nagyon durván mély ez a talaj. És ilyenkor ezt beszéltük, ugye, hogy nehogy azt csináljam én itt, hogy neki állok frankon csörlődés nélkül. És kacok, ez nagyon durván mély volt. Mi a szar volt itt? Meg olyan, mintha nem is menne, pedig aztán tekertetem a kereket, mint az állat. Jó, hallod? Szóval nem mit megfenek lettünk. Meg nem sok üzemanyagunk van sajnos, úgyhogy arra meg megint vigyázni kéne. Gyorsan át kellene húzni ott. Ejhaj, barátaim, az úrba! Nem tudom, kit fogunk tartani az üzemanyagig, hallod? Ejja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 jj
szembe. Arra figyeljünk, mert kezd gyanús lenni, hogy nem fogok kitartani. Egy jó kis erőltetett menetbe kéne menni, ugye amit az előbb is nyomtuk, az úgy még kellemes volt, egy ilyenbe. Na ott talán ki tudok menni. Fák között, erre gondoltam. Van 36 literünk. Úgy gyerekek, nagyon szoros mi. Nem fog elférni sehol. Nem fér el, bazzer, nem fér el, hiába. Azt nézem hol, de nem fog, pont ki van számítva, hogy megszívassák a népet, hogy ne férjen el, úgyhogy meg se próbálom. És hasonlok, mint az állat, hát ki kell mennünk mindenképp valahogy a altra, mert ez itt szerintem mély lesz ez a tó. Megpróbál valakit kiövizkélni. Aj, gyerekek! Szóval erre most egész jól ráhibáztam, hogy hol kell kijönnöm. Pika hangok vannak, nem hiszitek el. Kövek, megjöttünk a kövekhez persze. Tolatása. Ó, filózok, itt lehet, hogy ki kéne mennem szólóba. Meg a másikkal is, mert itt bajok lesznek gyerekek, érzem, várjatok, körülnézünk. Bajok lesznek, hogyha itt fölborítom.
Elég meredek volt ez a rész. Lehet, hogy nem tett volna jót nekünk. Jó. És maradt 19.000 literünk. Vagy 19 literünk. Ja. Sajnos ezzel is tolatgatnom kell. Izgultam, hogy nem-e felborulós lesz. Jó. Király, király, Sanyi. Király! Innen meg ugye már csak haza kell gorulnunk. Egy nagyon hosszú úton természetesen. De a gyerekek, a fahid az nem tud leszakadni? Meg vagyunk ragva. Hol van? Skip night. Oké. Oké, okay, gyerekek, és akkor már mehetünk is haza. Megküldjük neki. Irány, darány. Start engine csak most. Annyi az egész ugye, hogy ez nem lesz egy hót bonyolult szerintem. Le kell vinni haza a cuccot. De itt miért van ez a kerülő? Hogy mi az? Ja, hát azért nem olyan egyszerű. És az Lumber Mill, ott hogy lehet bejutni, hallod? Ó, hát ez még itt van egy szivatás is rész. Igazából itt tudsz bemenni, vagy pedig itt tudsz bemenni. Na mindegy, akkor eddig. Letüntetni az egyiket. Aha. Szerintem itt nem kéne bemenni. Ó, hát ezt biztos, hogy le kell hozni és a körbe. Jó. Hagyjuk neki, gyerekek. Retteltes fokozat. Nyílgázon végig. Fullon vagyunk üzemanyaggal. Gond nem lehet. Let's go. Let's go. Messze vagyunk még, papper papa? Nem, nem vagyunk olyan messze. Szépen jó ez. Egyébként ez egy kellemes nap, nem olyan túl nehéz, de nem is. Hát egy ilyen kis pincsi nap. És ilyenkor a következő mod szabadult fel, meg járművek is? Hogy van ez? Itt mentünk le ezelőtt, látjátok? Egyébként pörögem a kerék, mint az őrült, majd nyomom neki. Ennyit bír a Verda. Rugik, rugik. Mennyire más hangja van egyébként az ilyenek, meg ennek. Ennek ilyen... Ennek... Tudom, gondolkoztam most, hogy benyek, megpróbáljuk kerék közé verni a csapát. Sikerült? Nem nagyon. Belecsúsztunk. Ajaj, híd! Nézzük szembe.
Hú, de fiú. Az azért nem tudom, láttátok-e a autót, de az majdnem belevágódott a francba. Belcsúszott. Milyen szép egyöntetű ugye a platók. Na. Azért nem szeretek az úton menni. Jó, szed, egy kisebb megy onnan, hallod? Jobbra szedem a kormányt, mint az őrült. Csúszik be végig. Na. Föl ne boruljunk, mert akkor föl... Megőrülök. Várja, ahol neki egy ilyet. Ez is egy nagyon jó. Csak ugye ilyenkor meg akkor se gyorsul be jobban, ha bírná. Például azért így lefele menet, azért gyorsabban halad így. Hosszú az út, míg az úrról arakathoz ér. Fát szállítani valamiért. Nem jó ez, mert nem rímel, és nem jönnek ki a szótagok. Kapcsolatnak. Jaj. Itt marha nagy ívbe, gyerekek. Marha nagy ívbe. Így. Ekkora nagy ívbe. Még így is szar lesz a póttal. Majdnem. Hát az? Elég, oppa. Na itt viszont végre lemehetünk az útra. Ez egy kis lendületet szőrzünk. Ó, jó haladunk már. Itt vagyunk már a mocsoros résznél. Tényleg ilyenkor ebben a játékban arra kell figyelni ilyenkor, hogy inkább menjünk bele a szar részbe, ha az az enyenes, de most itt például a jobb oldalán nem mernénk menni, mert beborítanám ide valószínűleg. Jaj, ne! Na, várjátok, kijön ám, ezt csak így kell rakni neki. Nem? Na, ettől vadulok. Mehetek tovább benne talán. Csörlőzés lesz ebből, gyerekek! Csörlőzés lesz ebből, gyerekek! Hova csörlőzzünk? Aztán ennyi voltam. Nem csörlőzünk tovább. Ilyenkor átváltunk. Fura.
Közelebb bontatjuk. Nem akarsz jönni? Hanem valaki moré. Csak azért álltam meg, mert újra kötöm ilyenkor mindig. Ne vagy felborulj! Jaj, az a pótkocsi, te! Isten! Várjatok! Nézelődjünk, jó. Á, de nagyon közel vagy. Na itt kéne bemenni jobbra, ha úgy akarnánk vinni. De ez nem tűnik rossznak, hallod? Így, így. És ott vagyunk. Akkor nem, elvisszük erre. Nem tűnik rossznak, azt hittem rosszabb. Attól még lehet rossz. Tényleg a hardcore móddal leginkább az a problémám, hogy nem lehet pörgetni az időbe, és rühellem az éjszakai menetet, amikor nem lát semmit, meg én amúgy is rosszul van megcsinálva a fény, meg a világítás. A gyerekek, nagyon megy a verte. Kipattintottuk a falut. Jó, azt hiszem, hogy királyok vagyunk, vagy királyok vagyunk. Valami karaván nevűzét teljesítettem. Na. Hát ülök abba a vérdelbe. Kész? Megcsináltam? Jaj, de jó! Jaj, de jó! Várjál, mit kell? Mit csináltam? Ja, hát nem lokoltam le fel a fejzeiket, meg a garást. Sikerült, nem? Retöntöm én menő. Na nézzük, akkor ez hogyan sikerült? Ilyenkor mit kaptam, meg hogyan van ez? Arra vagyok kíváncsi. Igen. Ó, oh, és ez mi ez? Aha, ezt is már használhatom. De ez meg a fort, szerintem. Ó, de kár. Várjátok, jármű. Aha. Ezeket is ilyenkor. Jó, csak mi? Jaj, elhasználtam azt a pontot. És akkor már nincs több. Mi? Báze, nagyon komoly. Ugye a... Nem jó. 3 pont kell, de hol írja, hogy hány van? Nem látom, hol van olyan progress point. De mindegy, akkor köszi szépen a figyelmet. Remélem tetszett a videó. Megcsináltuk az első mapot, mint az őrület, és akkor utána jöhet ez, Island. Egyébként ez szerintem vulkán nevű mob, de azt soha nem csináltam végig, úgyhogy érdekes lesz számomra. Köszi szépen a figyelmet, csumi cső!